Jó napot kívánok! Ez a Magas Labda, a Transzegészség Központ és a Népszava közös videó podcastja. Mai adásunkban Nyári Krisztiánnal fogok beszélgetni, aki író, irodalomtörténész és a Líra kreatív igazgatója. Nagyon érdekes témákat fogunk érinteni a mai adásban, lesz szó könyvfóliázásról, Harry Potterről, és még szóba fognak kerülni az iskolák is és a szülők. Kérem, tartsanak velünk! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Ja, az elmúlt években ez az LMBTQ téma elég erősen átpolitizált lett itt Magyarországon, és nagyon sok területét érinti a társadalmunknak, így a kultúra területét is, és azért gondoltam, hogy veled mindenféleképpen szeretnék beszélgetni arról, hogy ezek az egész LMBTQ törvények, propaganda, üzenetek, ezek hogy érintették az elmúlt években a kultúra területét itt Magyarországon. Elsősorban a könyves világot érintő részekről tudok szorosabb tapasztalatokról beszámolni, mert ugye az akkor is érintene, hogyha egyébként nem szeretnék ezzel az egész kérdéskörrel foglalkozni, hiszen vannak jogszabályok, amikhez valamilyen módon viszonyulni kell, de természetesen hétköznapi emberként látom a kultúra egyéb területén is, hogy ez a téma most másként jelenik meg, mint akár az elmúlt 10 évben vagy 20 évben. Azért én azt tapasztaltam, hogy a magyar társadalomban folyamatosan csökken az a nagyon összetett dolog, amit homofóbiának nevezünk, ami néha csak az ismeretlentől való idegenkedés, néha pedig konkrétan a szexuális kisebbségek gyűlölete. Hogy azért ez a nagyjából a rendszerváltás óta ez folyamatosan változott egy pontig, és most meg azt látom, hogy van politikai igény rá, hogy ez inkább fordítva történjen, és mint minden kisebbség, az LMBTQ kisebbség tagjai is alkalmasak arra, hogy ellenük különböző politikai kampányokat lehessen indítani. És tulajdonképpen ennek vagyunk valószínűleg szemtanúi. Ami pedig a könyvek világát illeti, az pedig egy konkrét jogszabály kapcsán, hát az egész világ számára egy nagyon, nagyon szomorú és egyben ugyanakkor tanulságos történet, mert így a szemünk láttára lehet látni, hogy a jog eszközeivel a politika hogyan próbálja befolyásolni az emberek gondolkodását. Igen, és ennek a propaganda hadjáratnak mondjuk így egy fő üzenete az, hogy legalábbis én azt érzem, hogyha mondjuk így a fiatalok ilyenről hallanak, hogy homoszexualitás, vagy a születési nemtől való eltérés, akkor hát én gondolom, ők azt feltételezik, hogy ez valami olyan hatással lesz majd ezekre a fiatalkorú emberekre, hogy az ő életüket ez jelentősen esetleg megváltoztathatja, vagy nem tudom, mire gondolnak, de hogy ők rákapnak arra, hogy ez egy milyen jó dolog. És hát lehet, egy kicsit személyes lesz a kérdés, de én tudom, hogy a édesanyád pszichológus, és elmondtad egy interjúban, hogy 11 éves korodban te már Lux Elvira könyvét olvastad, és te mit tapasztaltál, hogy ez az öncélú szexualitásnak a megjelenítése ebben a könyvben, ez milyen hatással volt rád, és hogy élted ezt meg? Hát ez egy számomra egy tiltott könyv volt, pontosabban édesanyámnak a szakkönyvei egy ilyen üvegfalú könyvszekrényben voltak, és azokat nem szabadott piszkálgatni, meg olvasni, és természetesen azt olvastam, ami ott volt. Ebben nem csak szexuálpszichológiai könyvek voltak, hanem mindenféle, egyrészt olyan, ami nem volt nekem való, másrészt meg amiket féltett édesanyám, mert értékelt szakkönyvek. És hát nyilvánvalóan a Szexuálpszichológia című könyv, az már 11 éves koromban az különösen vonzott, hogy abban legizgalmasabb minden, de alapvetően egy csalódás volt, eleve olyan orvosi ábrák voltak benne, és arra jó volt, hogy tudtam vele dicsekedni, hogy hát én az iskolában én erről a témáról mindent tudok, azt nyilvánvalóan nem tudtam róla semmit. Nem hiszem, hogy megzavarta volna az egészséges szexuális vagy bármilyen fejlődés. Hát annál is inkább, mert ugye 2 éve jelent meg egy könyved a kötetben, ez a tiltott
irodalom, ugye az volt a igen, ez címe, amikor ez... visszamentél így az irodalomtörténetbe, és kerestél olyan műveket, amik így a szerelmet ábrázolják, és akár azonos neműek szerelmét is, hát gondolom ott azért rengeteg ilyen történetet találkoztál, de hát nem csak az életed elején, hanem most is nem olyan régen hát foglalkoztál. Azért ezzel. Folyamatosan, tehát szerintem aki elmerül az európai kultúrában, és azért az európait mondom, mert nem ismerem behatóan a kelet-ázsiai vagy a dél-amerikai irodalmat, hanem inkább azt, amit nyugati kultúrkörnek nevezünk. És hát onnantól kezdve, hogy valahogy az ember elkezd ezzel foglalkozni, akár csak olvasóként, hát találkozik ezzel a témával bőségesen. Hát más nem mondjak, az európai irodalom és így a világirodalom két első meghatározó képviselője, ugye az epikában Homérosz, ahol a Iliásznak mégiscsak az a története, hogy egy fiú szeretője halála miatt bosszút áll a görög hős. Igen. A másik pedig a lírában Szaffó, egy nő, aki nőközé szerelmes verseket. Hát ez nagyon nehéz elkerülni, és ez ma még, és remélhetőleg ezután is a gimnáziumi irodalom történet legeleje, és hát ezzel minden gimnazista találkozik, és hogyha mondjuk az Iliásznál nem is feltétlenül taglalják ezt a dolgot, hogy itt valójában miről van szó, de hát azért pontosan fel tudja ismerni ezt egy gimnazista, de Szaffónál pedig föl sem merül, hogy erről ne, tehát hogy itt ne nőközírt szerelmes versekről lenne szó. Hát legfeljebb ugye ezt úgy szokták megoldani, mint az én időmben is szemérmesebb pedagógusok, hogy erről a témáról nem beszélnek. Hát nem a szerelmes feladják házi feladatba, hogy olvassátok el. Igen, de hát azért aki elolvassa, az tudja, hogy miről van szó, és akkor nem beszéltem még az európai filozófia kezdeteiről, Platónnál, hát igen. Ez bőségesen tárgyal téma. Szóval amióta irodalom van, az azonos neműek közötti szerelem, ez egy fontos témája, és hát az antikvitás irodalmát nem is nagyon lehet enélkül elképzelni. Teljesen másként ábrázolták meg, máshogy is viszonyultak a szexuális kapcsolatokhoz, és hát a mai értelembe vett homoszexualitás az nem is létezett, hanem teljesen más kategóriákban gondolkodtak. Úgyhogy én folyamatosan, ahogy olvastam, és főleg fiatal koromban, ahogy dolgoztam fel a világirodalmat, hát ezzel a témával bőségesen találkozhattam. Kicsit viccesen azt szoktam mondani, hogy ennek az antológiának az összeállítása, amelyre egyébként azért került sor, mert akkor már megjelent ez a nagyon fura törvényszöveg, még nem hajtották végre, de már itt lebegett a könyvszakma feje fölött, és ez ugye a törvény betűje értelmében tilalmaz egy csomó olyan magyar és világirodalmi alkotást is, amelyeknek egy része például kötelező olvasmány ma még, az idézet 2 is ilyen. Ez a jogszabály értelmében nem megvásárolható fiatalkorúak számára a könyvesboltban, tehát lehet, hogy felelnie kell Szaffóból, de nem veheti meg. Ezért ezt akartam megmutatni, hogy micsoda álságos és ostoba. De arról nem tudsz, hogy a nemzeti kerettanterből ez ki is került akkor, vagy nem tanítják? Nem, vagy tanítják, de nem lehet megvásárolni a könyvet, hát, ez hogy van? Ez elég furcsa. Úgy van, hogy a jogszabály alkotóit egyáltalán nem érdeklik, sem a gyerekek, sem pedig az, hogy ez betűben, vagy a törvény betűje mit jelent, ez egy politikai kampány során született jogszabály, és így is kell rá tekinteni, csak hát vannak következményei. Minden esetre ennek az antológiának az összeállításához biztos, hogy 500 ilyen szöveget rövid időn belül elolvastam, és ugye hát pont attól szokták félteni ezek a politikusok, vagy komolyan, vagy egyszerűen csak politikai színjátékból a fiatalkorúakat, hogyha sok ilyen történettel találkoznak, akkor elkapják, és akkor mint ahogy arról is beszélnek, hogy ugye az óvodában átműtik őket, tehát ez körülbelül egy ilyen agymosás lenne, sok ilyen irodalmi művet elolvasok, és akkor magam is a saját nememhez fogok vonzódni. Hát, hogyha ezt tekinthetjük emberkísérletnek, mert én elolvastam, és nem érzem úgy, hogy valami átfordult volna bennem. Persze lehet, hogy ennek van egy hosszú lappangási ideje, majd meglátjuk. Szóval minden esetre komolyra fordítva a szót, arra akartam felhívni a figyelmet ezzel az antológiával, hogy milyen könyveket vesz le a politika a polcról,
a jogszabály betűje szerint klasszikus irodalmat is, és hát van egy még egy, szerintem a legálságosabb része ennek a jogszabálynak, hogy amikor elkezdték ezt a törvényt tárgyalni, akkor egy pedofilia ellenes jogszabályról beszéltek, és aztán egy módosító indítványa, tulajdonképpen egy homoszexualitás elleni jogszabály lett belőle, és teljesen összemossa a pedofiliát a homoszexualitással, meg a transzexualitással. És ez olyan mélységig tetten érhető a törvényben, ez a nagyon cinikus hozzáállás, hogy a pedofiliát nem tiltja. Tehát olyan történeteket akár, vagy akár non-fiction könyveket, amelyek mondjuk pedofil kapcsolatot ábrázolnak, felnőtt és akár kisgyerek között, szabadon lehet árusítani, feltéve, hogyha ez egy heteroszexuális pedofil viszony. De már egy felnőtt sem vehet meg olyan könyvet, amely a magyar könyvesboltok kétharmadában, amely mondjuk megjeleníti a homoszexualitást. És hát erre az álságosságra is rá akartam természetesen mutatni, még akkor is, hogyha abban a pillanatban, amikor ezt a könyvet, ezt az antológiát összeállítottam, akkor még úgy tűnt, hogy az állam csak meghozta ezt a törvényt, de nem fogja végrehajtani, és aztán egy fél évvel később elkezdték büntetni a könyvesboltokat. Igen. Érintettük itt már kicsit így a törvényi szabályozást, meg a törvényeket. Ugye a Lira is, ha jól tudom, két perben is van, vagy állt az állammal, vagy egyre áll. Több. Vagy egyre több most már. Nem egyre több, szerencsére az elmúlt egy évben nem is voltak ilyen ellenőrzések, de mi a 2023-ban volt több is, és mi úgy döntöttünk, hogy minden nagyobb ilyen büntetés kapcsán a bíróság előtt próbáljuk megvédeni a magunk igazát, és több ilyen bírósági ügy is volt. Ezeknek a többsége lezárult, egy olyan van, amit a kúria visszaküldött tulajdonképpen az elsőfokú bíróságra, tehát azt sem lehet mondani, hogy megnyertük vagy elvesztettük, hanem folyamatban van. Az összes többiben nekünk adott igazat a bíróság. És a kúria elolvasta a Hardstoppert szerinted, vagy a kúria tagjai, mire ezt a döntést hozták, vagy felhívták rá figyelmüket? Én ott voltam a tárgyaláson, és a bírónő teljesen képben volt, hogy... Hát úgy tűnt, hogy megnézte legalábbis ezt a képregényt, mert felsorolta, mint hát olyan büntetendő. Oldalról oldalra nem, de hogy ott azt látjuk, hogy két fiú megfogja egymás kezét, két fiú átöleli egymást, és ez a jogszabály értelmében mondja ő, ez bizony büntetendő. Uh-huh. És akkor most ott tart ez a per, hogy visszautalták első fokra, fővárosi törvényszék újra. Igen, egy speciális ügy miatt nyertük meg, és utalták vissza. Tehát éppenséggel az ügy érdemét csak korlátozottan érinti. Ugye a mi jogi képviselőnk felsorolt legalább 10 olyan fontos és méltánylandó érvet, hogy miért büntettek meg minket jogtalanul. És ezek közül az egyik az volt, hogy a jogalkotó, aki nyilván kampánycélokból hozta ezt a törvényt, olyan hányaveti módon fogalmazta meg, hogy egy vesszőt nem tettek ki, és ezért az ellenkezőjét jelenti, ami az a mondat, ami ott van a jogszabályban. Ezt megerősítette a fővárosi törvényszék is, és a fővárosi törvényszék a bírója azt mondta, hogy ez már önmagában ez a vessző ügy, ez annyira nyomós ér, hogy az összes többit nem is vizsgálja, hiszen ennek alapján a vessző az vessző, mondta ki a bíróság, a magyar nyelv szabályai szerint ez a mondat nem azt jelenti, mint amit a politikusok mondanak. És a tartalmi részt már nem is kell vizsgálni ezután, Most a kúria, hát azért, hogy mondjam, irodalmárként, mindenképp meg könyvkiadóként meglepetésemre azt mondta ki, hogy a nyelvtan nem számít. Nagyon egyszerűen ez van ebben az ítéletben, hogy teljesen mindegy, hogy azt már nem merték mondani, hogy nem azt jelenti az a mondat, hanem azt mondták, hogy mindez nem számít, nem azt kell valahogy elképzelni, hogy mit szeretett volna mondani. De hát ugye amióta csak írott jog van, de legalábbis a római jog óta,
ami nem tiltanak, azért nem jár büntetés. Itt meg, hát mégiscsak ezt az alapjogot kérdőjelezi meg az én, hogy mondjam, naív jogérzékem szerint a kúria. Minden esetre azt mondta ki, hogy a magyar nyelvtan nem számít. És akkor most megy vissza a fővárosi törvényszék elé, ahol az összes többi érvünket meg fogják vizsgálni, és remélhetőleg ismét nekünk fognak igazat adni. Ja, annyi septől vérzik ez a jogszabály, és valószínűleg ezeknek a pereknek a hatására, meg az erről folytatott közbeszéd hatására tavaly májusban meg is változtatták ennek a törvénynek a kapcsolódó rendeleteit. Tulajdonképpen sokkal kevesebb könyvre vonatkozik most már, mint az elején, mert az eredeti jogszabályban három fogalmat sorolt föl, hogy tilos, hát a jogszabály szerint gyerekeknek, de 18 éven alattiaknak tekint, vagy minden 18 év alatti gyereknek tekint, ez is egy érdekes kérdés, mert a büntetőjogban ez nem így van. Igen. Szóval minden esetre három kitételt támasztotta az eredeti jogszabály. Tilos a homoszexualitás megjelenítése, a nemváltás ábrázolása, illetve az öncélú szexualitás ábrázolása. Na most ebből azt, hogy mit jelent a megjelenítés, az már önmagában egy kérdés, mert a Szent Biblia is megjeleníti a homoszexualitást, nincs róla jó véleménye köztünk szólva, de hát megjeleníti. Ezért egyházi kiadók is kérdezték, hogy akkor ő most mit csináljon például a Keresztény Nevelés című könyvével, amiben benne van, hogy van homoszexualitás, megjeleníti. Tőletek kérdezték, ugye, amit forgalmazunk, ti nem tudtok, nem is tőlünk, vagy, hanem a könyvszakma érdekvédelmi szervezete, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése foglalkozott nyilván ezzel, és ott van olyan tag, aki alapvetően vallási könyveket. És volt már ilyen, hogy a törvény után ilyen visszakérdezésekre az államtól érkezett valami törvénymagyarázat? Sajnos érdemi válasz nem. Hogy soha nem. Sajnos nem érdemi nem, sem. Amikor például megkérdeztük, hogy most akkor mi van azokkal a könyvekkel, vagy irodalmi szövegekkel, amelyek mondjuk egy középiskolai szöveggyűjteményben is szerepelnek, de a könyvesboltban nem megkapható, akkor azt mondta a kormány szóvivő egy újságíró kérdésére, hogy szöveggyűjteményekre nem vonatkozik a törvény. De ez nincs leírva sehova, tehát mint egy ilyen orákulum ezt mondta, és ennyi. Nekünk azért a leírt szövegből kell kiindulni. És hát ráadásul ott van benne ez a kitétel, hogy az öncélú szexualitás ábrázolása. Ugye ez már nem a homoszexualitás, vagy a transzsexualitás. Igen, itt már kinyílik a teljes szexualitás. Volt is, nem is. A mi hálózatunkban más könyvesboltban büntettek is meg. Igen. Boltot azért, mert egy olyan könyvet forgalmazott, aminek az a címe, egy kortárs szépirodalmi mű, hogy állva maszturbálok, és valószínűleg az ellenőrnek, ahogy mondjam, a szexuális érzékenységét, ez már, vagy a morális, nem tudom miért, ez már sértette. Szóval önmagában annyi könyvre vonatkozott ez a jogszabály, hogy lehetetlen végrehajtani. De itt bejött még egy rész, hogy a mennyiségre vonatkozóan, nem ugye a könyv és egészéhez képest. Ezt változtatták meg. Rész, és így nyertétek az egyik percet. Nem, ezt még a régi jogszabály alapján nyertük, de már ott is ugye azt változtatták meg májustól, hogy ezeknek a felsorolt tartalmaknak az adott könyv meghatározó részét kell képezni, meghatározó tartalma kell, hogy legyen, de már egy másik könyv kapcsán nyertünk meg két pert is. Ez az Esti mesék lázadó lányoknak című tini lányoknak szóló könyv, amelyben van egy történet, egy nemváltás története, és ott ugye a jogszabály a népszerűsítést kifogásolja, vagy keresi, és ott a győri törvényszék is, meg legutóbb a szegedi törvényszék is azt mondta ki, hogy az, hogy
egy könyv beszél egy létező társadalmi problémáról, az nem jelenti annak a népszerűsítését, pusztán szembenéz azzal, hogy ez a helyzet létezik van. És nem, semmi módon nem népszerűsít. És ma már ennek a megváltoztatott jogszabálynak alapján ezt a könyvet végképp nem lehetne megbüntetni, mert a 100-ból egy történetet nem nagyon lehetne az adott könyv meghatározó részének tekinteni. Ettől függetlenül még nagyon sok hülyeség benne maradt a jogszabályban, de valamennyire lehet azt mondani, hogy hát a konszolidáció irányába mutat, de közben egy csomó más területen pedig ugyanolyan zavar van a rendszerben. És ti hogy tapasztaljátok, hogy most már eltelt azért egy kis idő, és megjelentek ugye így a fóliázott, meg nem tudom, külön vitrínbe vagy szekrénybe rakott könyvek, hogy ezeket most mennyire keresik, vagy mennyire kontraproduktív ez, növekedett az érdeklődés pont direkt emiatt a könyvek iránt, hát vagy csappant, vagy ugyanúgy nem befolyásolta az olvasó közönséget? Nem tudok egy mondatba válaszolni, mert igenis, meg nem is. Uh-huh. Szóval az a helyzet, hogy mindazok a könyvek, amik címmel elhangzott róluk a médiában, hogy ledarálták, megbüntették, betiltották, nem tudom én, azoknak kampányt csinált ezzel a politika, és bestsellerekké váltak, mint az a inkriminált két mesekönyv, ahol elkezdődött, amit az egyiket egy szélsőjobboldali képviselő ledarálta, és tulajdonképpen ezt a darálást foglalt aztán törvénybe a kormánytöbbség. És ezeket mind keresik, és népszerűek lettek, de közben a másik oldalon azt azért nem lehet arról megfeledkezni, hogy azért elindult egyfajta öncenzúra is. Nem is feltétlenül a konkrétan LMBTQ tartalmú könyveknél, mert ott meg fogja találni az olvasó az őt érdeklő könyvet, legfeljebb nem a sarki könyvesboltba, hogyha ott egy iskola van, hanem majd megrendeli online, vagy elmegy egy másik könyvesboltba. Ott én nem érzékelem azt, hogy ne lennének kiadók, akik eddig is ilyen könyveket akartak jönni, hogy ezután akkor ettől megléptenek. Hadd szüljek meg egy kérdést, mert ez engem nagyon érdekel, hogyha én online megrendelem a Hardstopper-t, akkor nektek fóliázva kell nekem kiküldeni futárral ezt a könyvet? Hogy a gyerekem vegye át a postástól, vagy a futártól, mert akkor... Erre is született egy kereskedelmi rendeletmódosítás, nem tudom pontosan a konkrétumot, de elméletileg rá kéne írni a borítékjára. A csomagolásra, hogy ez nem tudom mit határoz meg a törvény, de lényegében azt, hogy ez egy ilyen veszélyes tartalom. De, hogyha mondjuk egy csomag felvételi pontra rendeled, akkor ott már a 200 méteres jogszabály az működhet. Nem lehet bedobni olyan automatába, ami a templom mellett van ezt a csomagot? Ez is abba a körbe tartozik, amire azt mondjuk, hogy nem tudjuk, mert nem egyértelmű a jogszabály, de nálunk volt olyan büntetés, hogy megrendelték, nem volt a könyvesboltban az a könyv, amit meg akartak büntetni, ezért megrendelték ugyanoda, és ott átvették, és onnantól kezdve az már egy vásárlásnak minősül. Nem tudom. Az a helyzet, hogy mielőtt erre belemennénk a részletezésébe, hogy most akkor mi van, meg hogyan tud mint valamit eldönteni egy könyvesbolt, azért arról kell egy kicsit beszélni, hogy ez egy háromszintű dolog, ez az egész jogszabály. Ugye van az a szintje, ami a politikai kommunikáció, amit mondanak politikusok, hogy meg akarják védeni a gyerekeket a rájuk leselkedő veszedelmektől, a szakállas bácsitól, vagy én nem tudom mitől. A második szintje, ami oda le van írva, amit tulajdonképpen be kellene tartani, de hát a maga az állam is szelektíven tartja be ezt a jogszabályt, nem minden könyvér jár büntetés, tehát nem tiltják be, vagy büntetik meg a könyvesboltot, akik mondjuk Shakespeare férfiakhoz írott szerelmes szonettjeit forgalmazzák, hanem bizonyos könyveket keresnek, és azért jár a büntetés, de a jogszabály betűje nem ezekre vonatkozik, hanem egy sokkal szélesebb. Úgy megy ki az ellenőr mondjuk a ti bolthálózatotokba, bizonyos boltokba, hogy van neki egy listája a könyvekről, és az direkt azokat keresi, és nézi, hogy az hogy van kihelyezve. Van, amikor konkrétan, igen, mond egy listát, van, amikor csak tudja, hogy hova kell nyúlnia. És ez a harmadik szint.
hogy mivel a jogszabály nem egyértelmű egyáltalán, és sőt kétértelmű, ezért jobb híján a könyvkereskedők a büntetési gyakorlatból próbálják megfejteni, hogy most miért jár büntetés, és miért nem. És ez az, amiről beszéltem, hogy van egyfajta öncenzúra. Igen. Tehát, hogy mi egy tőkerős nagy cég vagyunk, a magyar könyvpiac második szereplője, és ezért megtehetjük, hogy ilyenkor pereket indítunk, de egy kis könyvesboltot megbüntetnek ilyen hatalmas összegekre, az másnap lehúzza a rólót. Ezért ő nem fog kitenni ilyen könyveket, nem fog kockáztatni. Ugyanez igaz egy kis könyvkiadóra, vagy nem is feltétlenül egy kicsire. Tehát, hogyha nem ez az adott könyvnek a zsánere, hanem mondjuk egy ifjúsági könyv, amiben van egy mellék szereplő, aki a saját neméhez vonzódik, akkor lehet, hogy ezt nem fogja inkább megvenni, igen, külföldi címként. Igen. Vagy ha magyar, akkor kéri a szerzőt, hogy itt ezt, hagyjuk ezt a szállat. Tudom, a közösségből is, a transznemű közösségből is vagyunk páran, és most kicsit magamat én is ide sorolom, hogy így hát ugye nekünk sokszor elég kalandos az életutunk transznemű emberként, az egész tranzíciós folyamat, a család, a munkahelyi, meg ugye az egész a társadalmi viszonyaink, ahogy mi próbálunk, pláne itt Magyarországon megfelelni. És hát sokunk már így elkezdett irogatni. Ilyen gyakorlatilag saját történetünket leírjuk, hogy ilyen naplószerűen, hogy mi történik velünk, hogy éljük a mi életünket. Hogy szerinted ma Magyarországon lenne olyan kiadó, akihez én mondjuk így be tudnék kopogtatni egy ilyen kis könyvecskével, hogy itt van az én életem, ami egy transznemű tranzíció, és hogy én ezt szeretném, hogyha megjelenjen, vagy ott egy óriási pánik tör neki, és azt mondanák, hogy... Biztos, hogy van olyan kiadó, aki ebben látna a fantáziát, és kiadná, és megpróbálna a jogszabályokhoz alkalmazkodva. Ezt tehát terjeszteni. Annyira az öncenzúra még nem csapott át, hogy szóba se állnának ilyen tartalmak. Nem, és jelennek is meg ilyen könyvek. Mondom, ami konkrétan ezt a témát akarja megjeleníteni, ott szerintem nincs, nem érzem azt, hogy bárki ettől hátralépne, hanem és megvannak azok a kiadók, akikről lehet tudni, hogy ilyen könyveket bátran kiadnak. Azért azt kell látni, hogy szemben a kulturális intézményrendszer egyéb területeitől, a könyvpiac azért még mindig egy versenypiac, ahol piaci logika érvényesül, akkor fogják kiadni ezt a könyvet. Ha kiadó, aki egy kockázatelemzést végez, azt gondolja, hogy ennek van annyi olvasója, hogy neki ez megérje. Hát ez mondjuk tisztán üzleti döntés, mondhatjuk. Igen. Igen. És nem egy ilyen érzel. És ne, hogy mondjam, rejtsük a sevék alá, hogy egy ilyen téma, az egy elég forró téma, és számolhat úgy, hogy az se baj, ha botrány van belőle, és akkor az se baj, hogyha... Mert oda juthat, mint a ledarált könyv, hogy esetleg megtolja, vagy bestseller lesz. Igen, igen. Szóval nyilvánvalóan ez is ilyenkor fölmerül. Akkor te bátorítanál minket, hogy írjunk ilyen könyvet. Én, hogy mondjam, gyakorlott könyvkiadóként senkit se bátorítok arra, hogy pusztán azért írjon, hogy akkor ebből valami könyvsiker legyen, igen, mert a könyv megírt kéziratok nagy részéből nem lesz könyvsiker. Ez biztos, hogy egy nagyon érdekes téma, de pont emiatt azért körülnézünk a nemzetközi könyvpiacon, nagyon sok ilyen témájú könyv van, és valószínűleg az, aki nem úgy érdeklődik a téma iránt, hogy minden ilyet el akar olvasni, az annak hogy mondjam, az életébe belefér 5 ilyen könyv. És nem biztos, hogy a te könyved, vagy a másik emberé lesz. Most már biztos, hogy ez kell valami pluszt. Vagy nagyon jól tudjon írni. Nem mindegy, hogy ez egy dokumentarista dolog, tehát egyszerűen valaki elmondja, hogy milyen lépések vannak, mi vezetett odáig, a döntések meghozatala. Ez szerintem nagyon izgalmas, de nem feltétlenül irodalmi feladat. Szép irodalomban pedig hát megvannak az irodalomnak az eszközei, ott biztos, hogy nem elég pusztán a téma, hanem ezt jól kell tudni elmondani. És nekem például az a tapasztalatom, hogy van olyan magyar transz író, akinek, ahogy mondjam, a magánélete, meg a magán
mint természetes személy transz, de nem akar az irodalomban ezzel megjelenni, hanem neki vannak témái, ami nyilvánvalóan azokra a tapasztalatokra is épülnek ezek a szépirodalmi szövegek, amit ő kisebbségiként, transzemberként megélt, de nem akar ennek az élő, mondjam, jelképe lenni, elválasztja az embert, meg az életművet, meg az életrajzot. Uh-huh. Szóval sokféleképpen meg lehet jelenteni, de nem hiszem, hogy egy transz történet, ha elég jó, akkor ne tudna megjelenni Magyarországon. Mondom, én a veszélyt abban látom inkább, hogy emiatt a jogszabály miatt a könyvesbolt az olyan gyanús hely. És azt üzeni például fiataloknak, hogy hát nem biztos, hogy jó oda bemenni, vagy időseknek, hogy féltsék tőle. Apropó, mennyire mennek be a fiatalok? Vagy mennyire a mai fiatalok mennyire fogyasztják inkább az online tartalmakat, töltenek le? Mennyire van e-book? Vagy mennyire inkább a nyomtatott könyv. Az e-book meg a online fogyasztás azért nem pont ugyanaz. Igen. Hát én részben a mérések is ezt igazolják, meg az én tapasztalataim is, hogy korántsem olyan rossz a helyzet. Uh-huh. A nemrég zárult le egy Európai Uniós olvasáskutatás, minél fiatalabb valaki, annál nagyobb eséllyel olvas könyvet. De tehát nem igaz az, hogy a fiatalok már nem olvasnak. Persze ebben benne van az is, hogy nekik még kötelező is olvasni, uh-huh. de hát azért nem csak a kötelező olvasmányokra utal ez a felmérés. Inkább az a helyzet, hogy vannak a életformaszerűen sokat olvasók, meg vannak, akik egyáltalán nem olvasnak. És korábban a kettő között volt egy elég széles merítés, az volt tulajdonképpen a többség, akik valamilyen gyakorisággal azért olvasnak nyomtatott könyvet, de nem feltétlenül úgy, hogy az egyiket leteszik, és már veszik is elő a másikat. Ez az, ami nagyon szűkül, és inkább egy árok lesz a társadalom két része között, vannak az olvasók, meg a nem olvasók. Ez egy probléma, hogyha egy fiatal nem olvas, mert nem csak azért, mert akkor örömforrást veszít el, hanem egy csomó olyan emberi társas alapképessége nem tud úgy működni, mint ahogy működhetne, a kreativitása, az empátiája, tulajdonképpen még az intelligenciája is, tehát hogy ez az olvasásnál jobb edzést ezekre a képességekre még nem találtak ki. És mint minden legtöbb területén Magyarországnak, itt is egy nagyon igazságtalan mobilitási helyzet van. Magyarul, aki otthonról nem hoz egy olvasás kultúrát, annak pici esélye van, hogy az iskolában megszerzi, és ezért újra termelődik. És hogyha több generáció nem olvas, akkor már senki se fog abból. És akkor ezt adja tovább. Igen, és ami pedig ezzel a témával kapcsolatos, az, hogy olvashat-e egy fiatal olyan könyveket, amelyek az azonos neműek szerelmét ábrázolják, és akkor most nem megyek bele a LMBTQ minden betűjébe, hogy az miért jó, ha olvas, és miért baj, ha nem olvas. Az egyik, az egyszerűen az érzelmi tapasztalat. Az irodalmat azért találták ki, hogy mások érzelmi tapasztalatai segítségével szembe tudjunk nézni a valósággal, és olyan érzelmi, kritikus érzelmi helyzeteket, amit egyébként nem tudnánk feldolgozni, ezt ennek segítségével csináljuk. Azért van a világ minden emberi civilizációban irodalom. Ha a dzsungelbe találnak egy érintetlen törzset, ott is lesz. Azért, mert legalább két olyan dolog van, amit az ember racionálisan egész életében nem tud feldolgozni, az egyik a halál, a másik a szerelem. Erről a kettőről szól az irodalom 70%-a. És a szerelemnek pedig nagyon sokféle arca van, uh-huh. és nem is feltétlenül a testi szerelemre kell itt gondolni, hanem úgy általában az, hogy van egy megmagyarázhatatlan vonzalom két ember között, és ezt valamilyen módon fel kell dolgoznia az embernek, és az irodalom, meg a művészetek ebben segítenek. Na most, ha ezt az eszközt elvesszük valakitől, és akkor itt még mindig nem megyünk bele abba, hogy most a saját neméhez vonzódik-e, vagy sem, akkor magára lesz hagyva, vagy más módon próbál valami ismeretet szerezni. És hogyha
akkor most közelítünk ehhez a témához, amiről az antológia is szól, az azonos neműek szerelme, akkor ott van még egy szempont, amiben én sosem gondoltam bele egyébként heteroszexuálisként, hanem Nádasdy Ádámmal beszélgettem, és ő világított rá, hogy kisebbségének lenni mindig nagyon rossz. Pontosabban nehéz. Igen. És ő azt a példát mondta, hogyha mondjuk Romániában egy román többségű településen, egy osztályban egyetlen magyar gyerekként ott ül a magyar gyerek, és senki nem olyan, mint ő, akkor legalább amikor hazamegy, akkor tudja, hogy a szülei magyarok, tehát nincs egyedül. De hogyha éppen arra ébred rá, hogy ő valahogy más, az ő szexuális, nyiladozó szexuális világa más, mint a többi gyereké, akkor még az sincsen, hogy hazamegy, és akkor a szülei olyanok, mint ő, mert főszabályként nem olyanok. Igen. És akkor viszont a művészet nagyon sokat tud segíteni ebben. Megérteni. Hogy legalább azt lássa, hogy nincs egyedül, hogy van ilyen, hogy már a régi görögöktől egészen a kortársakig ezzel a témával sokan szembesültek. És ezt elvenni tőlük az egész egyszerűen gonoszság. És nem is feltétlenül csak azoktól a gyerekektől, akik érintettek ebben a helyzetben, hanem mindenkitől, mert egy heteroszexuális fejlődés közepén levő kamasz gyerek is kíváncsi arra, hogy milyen a világ. És az a probléma, hogy a jogszabály azzal, hogy elveszi tőlük mondjuk a művészetet, azzal nyilvánvalóan, és nem is célja, nem oldja meg azt, hogy akkor, ha nincs információ, akkor ez a helyzet nincsen, mert olyan világban élünk, hogy megnyom egy gombot, és megkapja a pornográfia formájában. Tehát az micsoda pervers dolog, hogy elveszem, kiveszem a kezéből, nem tudom én, Shakespeare-t, de ott hagyom neki a pornográfiát. Igen. Ez így, én sem értettem soha ezt, hogy ez. De hát ha onnan kezelítjük meg, hogy ez egy propaganda célú, politikai célú, ahogy te is mondtad, a három rétegét ennek az egész történetnek, és mondjuk ennek a legfelső rétege, vagy mindegy honnan nézzük, de van egy ilyen erős politikai töltete ennek az egésznek, hát amivel kezdtük is a beszélgetést, hogy ez iszonyú károkat okoz, és hogy ezt nem gondol bele ez a politikai irányultság, vagy akár ez az egész anti-gender lobby, én úgy gondolom, hogy emögött azért van akár az is, hogy elé lehet helyezni egy gyermek fejlődésének azt, hogy politikai érdekek, meg bizonyos szavazó táborokat hogy tartanak össze ezek az üzenetek, tehát hogy ez hogy jön össze ezekbe az emberekbe, én ezt sose tudtam megérteni, hogy károkat hát okoznak direkt a gyerekek. Akik ezt a jogszabályt hozták, azok egyáltalán nem gondolnak a gyerekvédelemre, meg a gyerekekre, a szavazókra gondolnak, akik azt hihetik, hogy ez megvédi a gyereket, igen. Mert el tudom hinni, hogy vannak egyébként, hogy mondjam, olyan becsületes szavazók, akik tényleg azt gondolják, hogy ez a törvény megvédi a gyerekeket, és nem találkoznak akkor olyan dolgokkal, amivel nekik nem kell, és én magam is szülőként azt mondom, hogy vannak a gyerekeknek fejlődési fokozatai, megvannak a pillanatok, hogy mikor persze. Kell akár a szexualitásról, és hogyan kell beszélni, és mi kerüljön be egy mesekönyvbe, meg mi nem. De bocsánat, ennek a jogszabálynak a politikai érvelésében az van, hogy mindezt azért csinálják, hogy a szülő döntsön. Hát ez éppen a szülőtől veszi el a lehetőséget, pontosan. Ha nem lehet megvenni a könyvet, akkor nem a szülő döntött helyette, hanem az állam. Igen. Valóban nehéz helyzete van a szülőnek, mert beszéltünk a pornográfiáról, ennek mindenféle enyhébb verziói azért itt vannak körülöttünk, meg a horror, meg minden, tehát hogy nehéz felelős szülőként kontrollálni, hogy milyen tartalmak jutnak el a gyerekeinkhez, főleg, hogy ott van a zsebükben. Hát igen, a szülő is honnan informálódik, tehát ez azért egy melegséget valahogy egy gyereknek elmondani szülőként, azt hiszem, hogy az sem annyira könnyű, de talán az úgy
úgy átadható, meg talán a szülő is el tudja mondani az ő tudás szintjén, de egy transzneműség, ami azért egy elég komplex téma, én aktivistaként most már 3 éve nagyon sokat foglalkozom ezzel, kutatásokat olvasok, és nagyon sok területe van, tehát hát én nem tudom, tehát szülő legyen a talpán, aki tényleg valamennyire szakértői szemmel tudja ezt átadni a gyermekének, ezt az egész transzneműséget, és hát lehet azt mondani, hogy hát vannak olyan emberek, akik a születési nemükkel nem tudnak együtt élni, és fogadd el, de hát a gyerekben millió kérdés elő fog jönni, hogy akkor bennük ez hogy alakul ki, mitől van ez, hogy élik ezt meg, és akkor most vannak műtétek, tehát millió kérdése lesz a gyereknek, ahol már a szülő meg fog akadni, és egyszerűen a szülő hát sem igen, tud de ezekre a kérdésekre válaszolni. Azt gondolom, hogy hát pont ebben azért a könyvek sokat tudnak segíteni. Pontosan, igen. És mindig nehéz helyzetben van a szülő, hogy melyik könyvhöz nyúljon. Igen. Mert hát van ilyen is, meg olyan is. Önmagában azt betiltani, hogy művészet formájában ezekkel a kérdésekkel találkozzon egy gyerek vagy egy fiatal, az semmiképpen tehát nem célra vezető. Te is szülő vagy, Krisztián, igaz, 20 évesek már a lányai, de én úgy gondolom, és kíváncsi vagyok a véleményre, hogy talán szülőként nekünk is, én is szülő vagyok, tehát biztos, hogy az segítene, hogy az iskolában lenne egy olyan átgondolt, struktúrált, normálisan felépített és szakértői tartalommal megtöltött tananyag, vagy nem tudom, időnként egy előadás, ami ezeket a kérdéseket a gyerekeknek nyilván a maguk életkorában is, ahogy te is mondtad, van a serdülőkornak, vannak ezek a tanár fázisai, amiben eljutnak a gyerekek és fejlődnek, és nyilván nem az óvodásokról beszélek, mint hogy ez el van túlozva most nagyon sok ilyen politikai üzenetben, mert nem azon a szinten kell ezeket az információkat átadni, de én úgy gondolom, hogy az iskolának igenis szerepe kellene, hogy legyen ebben, hogy ugyanazt az információt ugyanolyan struktúrált formában és ugyanolyan mélységben adja át, mert ha csak a szülőkre bízzuk ezt az egész edukációt, akkor az mi alapján fog történni? Tehát, hogy az éppen az a szülő mennyire felkészült ebbe a témába, mennyire komfortosan érzi magát ebben a témában, mennyire szeretne erről beszélni a gyerekének, mennyire tud erről beszélni, és akkor előfordulhat az, hogy egy osztályban van 30 gyerek, abból nem tudom, lesz akár 8-10, aki nem is hallott erről az egészről a szülőtől, mert a szülőnek is ez egy kényelmetlen kérdés, lesz esetleg 5-6-8 gyerek, aki valamit hallott, de tele van kérdésekkel, amikre már nem kapott választ, és akkor lesz esetleg nem tudom, 2-3 gyerek, akinek a szülei meg valamennyire annyira fel vannak készül ebbe a témába, hogy tényleg hát igen, de az a helyzet, van. Hogy ez az élet minden területén igaz, uh-huh. Tehát az iskolának kéne, hogy legyen valami kiegyenlítő szerepe, de nagyon kicsi ez a szerepe Magyarországon, mindenki nagyjából azt a társadalmi tudást viszi magával, ahogy megérkezett, tehát hogy nagyon, ez minden területre igaz, és nem vagyok benne biztos, hogy az iskola ezt meg tudja oldani. Ezek nagyon nehéz kérdések, és a szülő nem is adhatja át a felelősséget alapvetően, mégiscsak a szülő az, akire ezt rá kéne bízni, az állam próbálja elvenni a szülőtől most ezt a felelősséget. Az iskola, az nem értek hozzá, de nagyon nehéz helyzetben van, a tanár is ember, aki ott van. Hát nem milyen... is a tanárok, de... Hogy volt, persze, hogy ki mehet be az iskolába. 2000 óta volt egy úgynevezett melegség és megismerés program, ami tartott 2020-21, tehát 20 évig az korábbi Orbán kormányok regnálása alatt is működött ez a program, és úgy működött, hogy az iskolák meghívására ment oda civil szervezet, és tényleg egy felépített szakmai programot mondtak el ott a gyerekeknek. És azt gondolja, a legjobb, hogy ez egy ellenőrzött rossz, dolog, hogy ez egy ellenőrzött, a szülőkkel egyeztetett, az iskolák hívták be a programot, és a gyerekek, tehát ebben semmi kár nem volt, és most ezt írtották ki az iskolákból, és ezt szüntették meg. Hát és mindezt egy olyan környezetben, amikor tényleg szabadon bármifajta pornográfiához hozzáférnek
Igen. A gyerekek. A másik, ami engem szülőként nagyon felháborított tulajdonképpen, amikor ez a jogszabály megjelent, amikor ugye elsősorban a pedofília veszélyével indokolták, hogy miért kellett ezt az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt meghozni, mert ez ugye azt üzente, hogy valójában a gyerekekre leselkedő veszély az az, hogy egy kisfiút, egy felnőtt férfi megront, vagy ott valamit a szexuálisan abuszálja. Na de ha megnézzük a magyar statisztikákat, akkor a legtöbb gyermekek vagy kiskorúak elleni szexuális visszaélést azt felnőtt férfiak követik el kislányok ellen. És ha úgy csinálunk, mintha ez nem lenne veszély, vagy más lenne a veszély, akkor elaltatja akár a családoknak, akár az iskoláknak az éberségét. Én két lánynak az édesapja vagyok, és nekem nem tetszik az, hogy az állam azt üzeni, hogy a veszély az valahol máshol van, miközben azt is tudjuk ráadásul, hogy ez nem egyszerűen arról van szó, hogy egy idegen felnőtt férfi van veszélytől, vannak veszélyben a gyerekek, hanem ez általában a környezetükből valaki. És erre lehetne képezni akár az iskolában, vagy erről a veszélyről beszélni, mire figyelj oda. De hát, hogyha mindez nincs, mert egyébként nem csak az LMBTQ érzékenyítést, meg az ezzel foglalkozó civil szervezeteket tiltották ki az iskolában, hanem úgy általában mindenkit, akkor ott vannak ezek. És itt is beindul egy öncenzúra, úgy, ahogy a könyvforgalmazóknál, így a pedagógusoknál is, hogy már ők is bizonytalanok, hogy most akkor miről beszélhetek. Én beszéltem pedagógussal. Inkább nem mondanak semmit. És aki azt mondta osztályfőnökként, hogy ő, amikor felvilágosításról lesz szó, általános iskolában ő beteget fog jelenteni, mert ő nem akarja, hogy ott bárki följelentse. Hát ezek okoznak a legnagyobb kárt. Hát igen, de közben meg nem mondom azt, hogy ne érteném meg. Én megértem. Nyilván őket, én lebeszélném erről, de mert akkor ugye mi maradt, hogy majd a biológia tanár elmagyarázza. És arról nem beszélve, hogy nyilván én jobban ismerem a középiskolások világát, mint az általános iskolásokét, és sok ilyen rendhagyó irodalomórát tartok gimnazistáknak, és hát azt hiszem, hogy ők a bizonyos területeken sokkal többet tudnak a szexualitásról, mint akár én. Mert hát minden információ a rendelkezésükre áll. Legfeljebb nem tudják megszűrni. Igen. A könyvesbolt már eleve egy szűrt hely, tehát hogy ezért is álságos a dolog, hogy a könyvesboltban korlátozom, és mivel a jogszabály érthetetlen, ezért ott is vannak túlkapások a könyvesboltokban. Volt olyan kis független könyvesbolt valahol vidéken, hogy nem engedték oda a kamasz gyereket a gyerekpolctól a felnőtt polcig, mert mi van, hogyha levesz egy olyan könyvet, és őket megbüntetik. De nyilván nincs igaza ebben a helyzetben a boltvezetőnek, vagy túl óvatos, de a jogszabályból lényegében ez következhet. Uh-huh. Tehát ő gondolhatja azt, hogy köszönöm szépen, én nem kockáztatok. De hát azért az, hogy leveszem a könyveket a gyerek könyves polcáról, az képletesen, vagy a szószoros értelmében, hát az egy hatalmas károkozás. Nagyon. Krisztián, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Már a végéhez közeledünk, de lenne még egy téma, és ezt nagyon röviden kérlek, próbáljuk körüljárni, ez a művészi szabadság és a vélemény nyilvánításnak szerinted hol vannak határai, ha vannak egyáltalán. Gondolok itt most ugye két előadóra, a Kovács Ákosnak jelent meg nemrég egy albuma, amin van egy dal, ami mondjuk így a transznemű közösséget elég érzékenyen érintette, mert hát részben arról is szól, hogy hiába vannak műtétek, meg nem tudom, mindenféle ki minek gondolja magát, úgyis aki fiúnak született, az fiú lesz, aki lánynak, tehát ő kicsit ezt hát úgy állítja be, hogy kvázi ez a transzneműség, ez egy ilyen nyugati világ őrülete, illetve a Rowlingot hoznám még ide példaként, hogy ő is ugye elég nagy befolyással van így
főleg ugye a fiatalokra, de nem is csak a fiatalokra, hanem felnőttek is olvasták ezt a Harry Potter sorozatot, amiben én nem vagyok annyira ennek az ismerője, de talán nem jelentek meg ezek a transzkirekesztő mondatai, amit Rowling azért a könyveitől függetlenül sok helyen, sokszor nyilvánosan is felvállal. Tehát ugye a két példát azért mondtam, hogy szerinted véleményed szerint hol van, vagy van-e ennek határa, hogy a művészek így mondjuk egy ilyen társadalmi kisebbségi csoportot hát így nagyon pellengére állítanak. Szerintem két különböző példát mondasz, de egyébként is az én hozzáállásom az elég határozottan liberális. Én azt gondolom, hogy ha csak a könyvekről beszélünk, hogy minden könyvet ki lehet adni, a Mein Kampfot is ki lehet adni, legfeljebb kontextusba helyezve. És ennek a kontextusnak a kialakítására az egész társadalom felelős, hogy tudjunk rá válaszolni, hogy tudjuk, meg tudjuk mondani, hogy ez miért nem úgy van például, de a betiltás a legritkább esetben, tehát nyilvánvalóan vannak olyan törvényi kritériumok, aminek ha nem felel meg egy könyv, mert például tetlegesen gyűlöletre szít, a jog szabályozza, ott föl lehet lépni a törvény erejével. Hát, hogy nyilván ezeknek az előadóknak óriási követő bázisa van, tehát ez így van. Több tízezer akár Rowling esetében, hát milliókból ez így van, csak amit ők mondanak, azért az lehet, hogy meghatározó. Szerintem a Rowlingot válasszuk le, mert ott te is elmondtad, hogy a könyveiben ez nem jelenik meg, jelen. Tudomásom szerint nekem sem. És az a rossz hírem van, hogy az életmű meg az életrajz nem ugyanaz, hogyha pusztán azon az alapon, hogy morálisan, helyesen cselekedtek-e a magyar irodalmi életből, illetve a magyar irodalmi múltból kivennénk azokat a szerzőket, akiknek vagy a magán, vagy a közerkölcs tekintetében hát mondjuk problémás megszólalásaik voltak, akkor nagyon rosszul járnánk, mert a kétharmadát ki lehetne zárni, mert akár a politikában, akár más területen mondtak mindenfélét. A műveket kell nézni, és itt én azt gondolom, hogy a Harry Potter sorozat ez egy nagyon fontos sorozat, a rengeteg gyereket vezetett rá az olvasásra, sajnos már éppen nem működik olyan jól ez a hatása, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt, de hát 20 éven keresztül ez egy hatalmas olvasás népszerűsítő funkciója volt, és ez nem lehet eléggé megbecsülni, hogy mit mond maga a szerző, az egy másik kérdés, valamelyest követtem távolról Rowlingnak a megszólalását, és azért én azt látom, de ezt te biztos jobban tudod, hogy van egy nagyon erős vita a feminizmus bizonyos árnyalatai meg a transz jogvédelem között, és ez néha az én logikám szerint is szembe kerül, nem akarok belemenni, mert annyira nem ismerem ezt a történetet, de el kell választani, lehet Rowlinggal, mint emberrel vitatkozni. Értem. Azt hiszem, hogy szeret is vitatkozni egyébként. A másik példa, amit hoztál, nem hallgattam meg azt a lemezt, de amennyiben ez törvényeket nem sért, akkor sajnos azt mondom, hogy el kell tűrni, legfeljebb valahogy válaszolni kell rá, vagy a művészet eszközeivel, vagy amúgy, mert bármilyen módon, hogyha még jogos felháborodásból is azt képviseled, vagy azt képviseli bárki, hogy ezt be kell tiltani, akkor azt mindig úgy kell végig gondolni, hogy az a precedens ránk is vonatkozhat. Igen, értem. Úgyhogy szerintem ilyenkor legfeljebb a két dolgot csinált az ember, vagy vitatkozik vele, vagy nem hallgatja meg. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, nagyon sok területet érintettünk, azt hiszem, és hát bízunk egy jobb jövőben, és sok jó könyvet kívánok magamnak. Ezzel magunknak. Én is így vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm neked a meghívást.